Köszönjük szépen. Ünnepélyes keretek között adták át a Móri Zsigmond megyei és városi könyvtár első emeletén kialakított képregénytárat. Kertész Sándor grafikus művésztanár a megnyitón úgy fogalmazott, a képregény kultúra Magyarországon hosszú utat tett meg. A képregényírók történetét a képregény rajzolók egészítik ki, akik sajátos dramaturgiával, ábrázolási móddal, művészi színvonalon alkotnak. Amikor tényleg elkezdtem ezzel foglalkozni, akkor egy kicsit a furcsán néztek rám, hogy most mit lehet kezdeni a képregénnyel. Az kétségtelen, hogy akkor nem voltak önálló képregény kiadványok, csak ilyen füzettek egy-kettő. Az újságokban jelentek meg, tehát napilapokban, magazinokban jelentek meg képregények, és volt egy nagyon sajátos tulajdonságuk, ezek nagy része, szinte mindegyik irodalmi műveknek a képregény változata volt, és ez egy nagyon határozott ellenérzés váltott ki sokszor az emberekbe, hogy jó-e az, hogyha az irodalmat így képregényben lerövidítik, zanzásítják, és hiába mondtuk ezt, hogy tulajdonképpen ez egy ilyen magyar sajátosság, tehát ennek volt egy hagyománya Magyarországon, de ma már kiderült az, hogy most már önálló kötetekben jelennek meg, önálló szerzői művek, és kifejezetten igényes, könyvészetileg is jó kiadványokról van szó. Az ünnepélyes megnyitót követően Halmi Zsolt grafikus művész mutatta be, hogyan készíti képregényeit a hagyományos rajzokból kiindulva a digitális technikák alkalmazásával. A kiállítás vendégei kulisszatitkokba is betekinthettek. Legtöbb alkotó úgy készíti a képregényeket, hogy nincs is eredeti változata. Nekem vannak a legtöbb képregényemnek eredeti változata, ezeket szintén ki vannak állítva, meg lehet majd nézni. Olyan is van, amit ugye kézzel festettem, akvarellel van megfestve, de ugye haladni kell a korral is, tehát meg ugye ezért fizetnek is, tehát jobb esetben ugye úgy készítek képregényt, hogy ebbe pénz is van, és ezért ugye van egy bizonyos határidő, amit el kell készíteni. Ha most nekiülnék akvarellel végig festeni, akkor az lehet, hogy eltartana akár egy évig, napi nem tudom hány órás munkával, ugye digitálisan ez sokkal egyszerűbb. És ugye sokan már a kihúzást is, az előrajzolást is digitálisan készítik. Én a legtöbb képregényemet még kézzel megrajzolom, és vagy kihúzom kézzel attól függően, hogy mennyi időm van rá, vagy pedig digitálisan. De a színezést azt most már általában digitálisan szoktam végezni. Vagy szokott olyan is lenni, hogy egy képregényen többen dolgozunk, és akkor nekem csak a rajzolás és a kihúzás a feladatom, és utána jön, aki kiszínezi. A könyvtár a múltban is sok képregényt vásárolt, amelyekhez hozzájuthattak az olvasók. Az intézmény vezetője azt mondta, a most kialakított térben hónapról hónapra terveznek bemutatni érdekességeket. Ezzel az a célunk, hogy a képregény alkotók, rajzolók, művészek munkáit be tudjuk mutatni hónapról hónapra. Most Halmi Zsolt képzőművész kiállítása nyílt meg, de a Vidor Fesztiválra új kiállítással készülünk, és szeretnénk, hogyha ez a közösségi tér minden hónapban ilyen sok érdeklődővel telne meg. És hát aki ellátogat a képregénytárunkba, látja a Marvel figurákat az ablakunkon is, tehát Pókember, Batman, Superman is látható. További érdekességekkel majd minden hónapban fogunk készülni. Halmi Zsolt grafikus művész tárlatát a könyvtár első emeleti olvasótermében tekinthetik meg az érdeklődők.